A rendezvény köszöntőkkel vette kezdetét. A mai alkalommal került sor a fecskeavatóra és a fecskeavatót követő szüreti mulatságra. Ez a György István Katolikus Általános Iskolában és Szent Erzsébet Óvodában egy hagyományos ünnepség. Ilyenkor fogadjuk a Györfis nagy családunkba az elsősöket, akik szeptember óta bizonyították azt, hogy ők valóban méltók erre. Fogadalmazt tesznek a szeretet, a tudás és a barátság fája előtt. A nyolcadikosok kíséretében érkeznek ide, és a nyolcadikosok feltűzik nekik a kis kitűzőt, amivel most már ők is a Györfis családhoz tartoznak, illetve ebből az alkalomból kerül sor az új kollégáknak az avatására, ők is fogadalmat tesznek, hogy a Györfis hagyományok szerint fognak élni, dolgozni, és megtartják azokat, sőt, gyarapítják. A mai alkalom egy kivételes, hiszen az új lelkivezetőnket is most fogadtuk tiszteletbeli tagjává a Györfis közösségnek. A fecskeavatót követően az iskola diákjainak zenés-táncos műsora következett, majd a szüreti vigasság vette kezdetét, ahol a gyerekek különböző játékokban vehettek részt, és értékes nyeremények vártak rájuk. Az avatás után kerül sor a szüreti mulatságra, amelyet a 4. B-osztályosoknak a táncos programja vezet be, majd közös éneklésre kerül sor, szüreti dalokat énekelnek a gyerekek, és aztán a nagy-nagy meglepetés, hiszen 8 helyszínt járnak be az osztályok az osztályfőnökeik vezetésével, ahol a diák önkormányzat tagjai várják őket, és különböző feladatokat kell megoldani. Hát nem kell nagyon nehéz feladatokra gondolni, hiszen a szülők zsíros kenyeret készítettek hagymával, lekváros kenyeret, nagyon sok süteményt ajánlottak fel a kedves szülők, amit ezúton is szeretnék megköszönni, valamint szörpöt lehet inni, ez egy állomáson, aztán lehet halacskát fogni egy következő állomáson, aztán a bohóc várja őket, ahol célba dobni lehet, a városudvarban Imre bácsi egy új játékkal, a medibollal várja őket, ami igazán érdekes számukra, meg szeretik a gyerekek, a következő állomáson pedig kint a templomkertben lehet szőlőt gyűjteni, és ezért ajándékot kapnak a gyerekek, és amikor végigjárták ezeket az állomásokat, aztán még összejövünk itt az iskola udvarán. A szülők jóvoltából minden osztály kap a napközis csoportjába játékokat, ezeket fogjuk átadni a gyerekeknek, illetve mindenki kap egy zsákba macskát, amit a szülők készítettek el, és még egyszer szeretném megköszönni, hiszen itt nagyon sokszor elhangzott a szülőknek a neve, hiszen ők azok, akik támogatják ezt a rendezvényünket. Különösképpen az alsó tagozatosok, és főleg az első osztályosoknak a szüleik, amit még egyszer nagyon szépen köszönök, és természetesen megvalósíthatatlan lenne ez a kollégáknak, illetve a nagyobb gyerekeknek a közreműködése nélkül. A játékos foglalkozások között ügyességi feladatokra is sor került, valamint kipróbálhatták magukat a népi játékok világában is. A nap folyamán a szülők segítségével a hagyományos ételek, italok kóstolására is nyílt lehetőség. Az igazgató az iskola soron következő programjairól is beszélt. Éppen most készültünk el a munkatervünkkel, és valóban a rendezvénytervünk nagyon sok programot tartalmaz. Én most csak a következő hetekre vetítem előre. Túl vagyunk a hulladékgyűjtésen, ami igen sikeres volt, és a hulladékgyűjtésnek a bevétele az mind-mind az osztálykasszát fogja gazdagítani, amiből majd a gyerekek kirándulni mehetnek, illetve a szülőkkel együtt döntenek arról, hogy mire használják fel. Az elmúlt tanévben állatbarát iskola rang címet nyertünk, és ennek az első rendezvénye lesz a kisállat bemutató, amelyre már nagy izgalommal készülnek a gyerekek. Itt az iskola udvarán kerül megrendezésre, és ennek most egy új eleme lesz, hogy meghirdeti a diák önkormányzat, hogy szelfizzenek kis kedvenceikkel a gyerekek, és azt küldjék el az iskolába, és ebből készül majd egy összeállítás.